Az UTE baráti kör újjáalakulása óta rendre teljesíti vállalt kötelezettséget. Jelszavuk, hagyomány, tisztelet, barátság, együtt az UTE-ért. Magam csak annyit tennék hozzá, hogy segítségnyújtás. Bose Gábor elnök a vendégem, szeretettel üdvözöllek a stúdióban. Azt szoktam mondani, hogy mindig történik valami a baráti körben. Sok mindenről fogunk beszélgetni, de ahogy mondtam, segítségnyújtás. Ez is az egyik olyan szó, amit a zászlótokra tűztetek. Ha csak néhány nevet említenél, hogy az utóbbi időben, az utóbbi években ki mindenkinek nyújtottatok segítséget? Köszönöm szépen a meghívást, én is szeretettel köszöntök mindenkit, és különösen téged. Nehéz lenne felsorolni, mert most hirtelen, aki eszembe jut, ugye Schumann Peti volt talán az első, akinek segítettünk egy ilyen villamos járgánnyal, amivel tudja hagyni az otthonát könnyen. Aztán Törőcsik András életét próbáltuk segíteni hosszú időn keresztül, és hát azon kívül az Ámbó Sanyinak is segítettünk meg. Hát sok olyan próbálkozás és rendezvény volt, aminek a bevétele ment valamilyen jótékony célra. Ilyen volt a Nagykanizsa mellett élő kis Szabó Ramónának a gyógykezeléséhez nyújtott támogatás. Hát volt még egy pár, és reméljük, hogy lesz is még egy pár. Hát reméljük, hogy sok mindenkinek tudtok segíteni, és nem csak olyan sportolóknak, akik idézőjelben mondom, nagyon nagy bajban vannak. Itt a legutolsó felhívásotok éppen Ordina Tibor volt újpesti atlétának a gyógykezelésére nyitottatok egy számlát. Lehet tudni, hogy nem a pénz nagysága érdekel, hogy mennyire segítettek az újpestiek, a szurkolók, a magyar sportbarátok? Egyelőre azt láttam, részletezve nem tudom pontosan megmondani, hogy ki és honnan utal, de azt láttam, hogy már érkezett a számlára majd 100 ezer forint, és tudom, hogy vannak ígéretek több helyről utalásokra. De ami a lényeg az, hogy ma lesz egy megbeszélésem, ami nagyon fontos lehet ebben a kérdésben, valószínűleg egy programmal, egy rendezvénnyel is szeretnénk ebben a kérdésben előrelépni. Úgyhogy erről ezután, a megbeszélés után szívesen mondok részleteket. Azt korábban is megbeszéltük, hogyha bármi történik az UTE baráti kör környékén, természetesen nagy szeretettel látunk benneteket, látlak téged és a kollégáidat, hiszen ez egy nagyon fontos munka, vagy inkább küldetés, én azt gondolom. Azt is tudom, hogy kórházakat segítettetek, a kórházakban fekvő gyerekeknek vittetek ajándékokat, támogattátok az újpesti elesetteket. Honnan, hogyan áll össze ez a segítség? Hát, hogyha a szellemi részét kérdezed, akkor, vagy a lelki részét, akkor ez úgy áll össze, hogy hát próbálunk egy olyan képet mutatni, és próbálunk egy olyan táplálékot adni magunknak is természetesen, hogy össze kell tartani az újpestieknek. Itt nem elsősorban nem csak kerületiekről beszélünk, hanem országosan, aki lilát, sőt, azt kell mondanom, hogy határon túlélők lilákról is szó van. Ezért próbálunk mindig megtalálni egy olyan célt, egy olyan feladatot, amelyik egyrészt jelképezi az összetartozásunkat, másrészt pedig ez egy ilyen családi, mondjuk azt, hogy egy életen átszóló történet kell, hogy legyen. Tehát gyerekkortól egészen, sőt, hát mondhatjuk azt, hogy még egy életen túl is, mert most van egy új ötletünk, vagy inkább egy új gondolatunk, amit szeretnénk megvalósítani majd halottak napja alkalmával. Rendezvényeket szerveztek, közös utakat szerveztek labdarúgó mérkőzésekre, és olvastam, hogy volt ilyen, hogy lila busz. Mi van a lila busszal? Mi az a lila busz? A derbire ez egy kísérleti jellegű program vagy szolgáltatás volt. Az egyik elnökségi tagtársunknak a javaslatára hirdettük meg a lila buszt kifejezetten erre a foci meccsre. Végül is
annyi jelentkező jött, hogy három busz indult el, egy Szombathelyről, egy Nyíregyházáról és egy Pécsről, meg a részben be tudtunk egy kicsit a nagykanizsai járatba segíteni. Szeretnénk azt, hogyha a sportéletünk meg tudna olyan mértékbe pezsdülni, hogy egyrészt nem csak a derbire, másrészt meg nem csak foci meccsre, hanem esetleg egy-egy nagyobb hoki meccsre is, vagy röplabda mérkőzésre tudnánk a szurkolókat így megmozdítani. Visszajelzések azok nagyon jók voltak, örültek neki, és írtak egy pár köszönő e-mailt, úgyhogy ezeket meg én köszönöm. Hát gondolom nem egyedül végzed a feladatot, mert ezt nem hiszem el, hogy ezt egy ember egyedül meg tudná csinálni. Mennyit találkozik az elnökség? Mennyit üléseztek, bár gondolom, hogy nem az ülések a legfontosabbak? Hát nem az ülések, inkább a munka a fontosabb. Tehát ez időről időre változik. Van, hogy 3 hónapig nem találkozik az elnökség, van, hogy kicsit gyakrabban. Most a múlt héten volt a 2015-ös taggyűlésünk, ez minden évben van. Itt beszámoló hangzik el arról, hogy milyen programok voltak és milyen programok lesznek. Hát szerencsére vannak tervek, vannak megvalósítandó feladatok, úgyhogy most sem az ülésektől leszünk hangosabbak, hanem inkább a munkától. Azt elárulhatod, hogy hány tagja van már az utabaráti körének? Jelen pillanatban 118, illetve lehet, hogy megérkezett a 119. tag is, ha jól láttam, aki nem más, mint az a bizonyos Tóth Zoltán, aki annak idején az Újpesti Dózsának a magyar válogatott és bajnok kapusa volt, jelenleg San Diego-ban él, és nagy örömünkre ő jelentkezett be az elmúlt időszakban. Rajta kívül külföldről vannak tagok? Van egy svédországi, és van egy felvidéki tagunk. Kedves nézők, nem véletlenül ülök ilyen csikos mezben én itt. Ezt Borsa Gábortól kaptam, sajnos nem lehet az enyém, de így is nagy örömmel húztam magamra, hiszen nem akármilyen dressz feszül a... Hát most már nincs is pocakom a mellemen. Gábor, inkább te mesélj erről a mezről. Ez a mez, ami te rajtad van, ez 1969-es Vásárvárosok kupa döntőjének a replika meze. Newcastle-ből kaptuk az ottani baráti kör, vagy hát a First Clubnak az elnökétől. Rajta van az összes ma élő, illetve mondjuk azt, hogy májusban még élő, remélem, hogy ez így is maradt, játékosnak az aláírásával. És akkor elmondom, hogy én rajtam pedig az a mez van, amelyikben az újpestiek játszottak, és ezen is rajta vannak a játékosainknak az aláírásai. Úgyhogy természetesen ez is csak egy replika mez, de ennek ellenére nagyon jó érzés benne ücsörögni. Ha már a Newcastle meze feszül rajtam, azt hiszem korábban arról is beszélgettünk, említetted, hogy nagyon jó kapcsolatot ápoltok külföldi csapatokkal, vagy megpróbáltok külföldi barátokat szerezni. Hogy áll ez az ügy? Hát ugye volt ez a bizonyos Dortmund meznek az árverése, és ennek a történetnek, hát hosszú történet volt, de végül is nagyon szépen kikerekedett, és jó érzéssel gondolunk vissza rá. Éppen a derbin egy csíkszeredai úriembernek adtuk át azt a bizonyos aláírt Dortmund mezt, aki hát egyrészt hatalmas Dortmund fanatikus, másrészt pedig most már Újpest drukker is. Azon kívül éppen a napokban érkezett hozzám egy megkeresés egy Schalke drukkertől, aki egy Újpest mezt szeretett volna rendelni magának, úgyhogy már meg is érkezett a fotó. Kiküldtem neki a mezt, és lefényképezte magát, visszaküldte a fotót. De ezen kívül van egy érdekes történetem, hogyha van 10 másodpercem, akkor ezt elmesélem. Már nem emlékszem, melyik hazai meccsre, talán a Puskás Akadémia elleni meccs előtt ácsorogtam sorba a pénztárnál jegyért, és előttem állt egy fiatal srác, aki próbálta elmagyarázni kézzel lábba, hogy ő a meccsre akar jönni, de nem találtak közös nyelvet a pénztáros nővel, úgyhogy kellett kicsit segíteni.
És nagyon érdekes volt, hogy kiderült a srácról, hogy ő a Hamburg egyik vezérszurkolója. Éppen Magyarországon legénybúcsút tartottak, és mindenképpen el akart jönni meccsre. Mi voltunk hazai pályán, ezért hozzánk jött el, viszont ő elkalkulálta magát, és nem volt nála elég pénz. Úgyhogy tulajdonképpen végül is én hívtam meg a mérkőzésre. Hát azóta tartjuk a kapcsolatot, és ő azóta egy kicsit próbálja az Újpestnek a nevét, ott több alkalommal megemlítette meg, hogy milyen jól érezte magát Magyarországon és az Újpestnél. Úgyhogy ilyen kapcsolatok mindig születnek, ezeket próbáljuk ápolgatni. Arra is emlékszem, hogy Spanyolországban van egy labdarúgó játékvezető, aki, hát én szerintem a világ egyik legnagyobb Újpest szurkolója. Igen. Jól tudom? Igen, én is ismerem, vagy hallottam a történetét ennek az úriembernek, és a Dunai Antival már megbeszéltük, hogyha legközelebb megy Spanyolországba, akkor vinni fog a nevünkben egy valami újpesti ajándékot, ez már ott figyel a fiókomba, várja az utazást. Azért milyen érdekes, hogy a világ számos országában figyelik ami majdnem azt mondom, hogy kis lilafehér klubunkat, de hát azért ez nem egy kis klub, nem egy kis labdarúgó csapat. De ha már ezt mondom, ugye a mondataidból az is kiderült, hogy nem csak a labdarúgás, tehát nem csak a foci van a világon nálatok. Hát nem, ezért is fontos nekünk az Ordina Tibinek az ügye. Hát azon kívül, amerre lehet, tényleg a hokira is, a röplabdára is igyekszünk odafigyelni, de hát mindegyik sportág egyformán fontos. Hát ezekben a sportágakban voltunk legsikeresebbek Magyarországon, olimpiai számokat tekintve, úgyhogy persze, mindegyik nagyon fontos. Itt az asztalon fekszik egy, hát azt mondom, hogy szuper 8-as film, azt a nézők fiatalabb korosztálya, a nézőink fiatalabb korosztálya nem biztos, hogy tudja, miről van szó, de ez egy nagyon-nagyon értékes relikvia, szerintem pótolhatatlan. Ez honnan érkezett neked, nektek? Egy Nagy Mátyás nevezetű úriemberrel levelezgettem, hát én azt hiszem már lassan másfél esztendeje, és ő említette, hogy neki vannak pótolhatatlan újpesti relikviái. És már kicsit azt hittem, hogy ez a történet a feledésbe merült, de valamelyik nap írt nekem egy e-mailt, és azt mondta, hogy feladott a számomra egy csomagot, és amikor kibontottam, én nekem teljesen elkerekedett a szemem, mert ez az újpesti Dózsa Benficának a back meccse, ami 8 mm-es szallagon van meg, és az ára 195 forint volt. Hát én nagyon szeretnék egyszer eljutni egy olyan pillanatig, amikor egy klubhelyiségben, egy olyan isten igazából jó hangulatú klub feelingbe ezt a mérkőzést egy 8 mm-es vetítőn le tudjuk játszani. Itt még kattog a vetítő, így és van, még az is hozzá akkor tartozik. Pontosan, így van. Előtte természetesen le fogjuk archiválni, hogy azért ez a felvétel, bármi történik, ezzel sérül akármi, akkor az mindenképpen megmaradjon, és a Nagy Mátyásnak ezúton is köszönjük egyrészt ezt a felajánlást, másrészt fogunk neki ebből egy kópiát adni, mert írt egy nagyon kedves levelet, amiben azt írta, hogy nagyon fájó szívvel, de elküldi nekünk ezeket a relikviákat, mert ő azt gondolja, hogy ez jó helyen lesz. Nem fájó szívvel, fájdalmasan, de jó szívvel. Hát igen, végül is tényleg ez történt, mert én azt gondolom, hogy ez tényleg olyan relikvia, amitől biztos, hogy nagyon nehéz volt megválni, de megígérjük neki, hogy jó kezekben lesz. Ugyan nem hatalmaztál fel, de én kérem a kedves nézőket, hogyha van rá lehetőség és otthon a fiókok alján, vagy netalántán a vitrínbe, a sifonérbe valahol találnak újpesti, régi újpesti dózsás, utés emlékeket, amitől ugyan nehezen, de meg szeretnének szabadulni, nagyon rossz a szó, kérem küldjék el vagy a szerkesztőségünkbe, vagy Borsa Gábor úrnak, az UTE Baráti Kör elnökének. Én a nevében is ígérhetem azt, hogy jó kezekbe kerül, és biztos, hogy
ameddig létezik az UTA baráti köre, addig ezek megmaradnak, és hát hiszen az UTA baráti kör az meddig fog létezni, ahogy szoktuk mondani, mindörökké. Ha rajtunk múlik, akkor mindörökké. Gábor, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, de azért nem engedlek el ilyen könnyen. Kettő kérdésem van a végére. Az egyik az, hogy gondolom minden újpesti labdarúgó szurkoló várja az információkat Törőcsik Andrásról. Mi is szeretnénk hallani valamit. Az András állapotával kapcsolatosan én nem tudok beszámolni, mert az a családnak a kompetenciája. Én azt tudom elmondani, hogy idestova tavaly május óta, tehát tulajdonképpen másfél éven keresztül támogattuk az ő gyógykezelését. Most ezt pár nappal ezelőtt felmondtuk, mégpedig ennek az az oka, hogy András egy olyan intézménybe került a családnak a kérésére és a jóváhagyásával és a közvetítésével, ahol nem kell támogatást fizetni azért, hogy ott kezelik az Andrást. Abban maradtunk, hogy amennyiben ez a helyzet valamikor változik, akkor természetesen visszatérünk erre az ügyre, és ha szükség van rá, akkor ismét ott leszünk. Egy személyes kérdés a végére. Törőcsik András állapotáról nem tudtál beszámolni, de én elárulom a kedves nézőknek, hogy Borsa Gábor, hogy is mondjam, így operáció után két mankóval érkezett, két segítőlábbal érkezett, mert sportsérülése volt. Hogy vagy, Gábor? Hogy érzed magad? Hát egy picit türelmetlen vagyok, azt érzem most már. Július 7-én volt a műtét, ami nem volt egy kis műtét, de én azt prognosztizáltam, meg az orvos is azt prognosztizálta, hogy körülbelül mostanra már nekem járnom kellene segédeszközök nélkül. Ez nagyon jó indulattal megvalósul, mert néhány lépést tudok tenni mankó nélkül, de azért ez még nem az igazi, tehát azt gondolom, hogy még egy-két hét legalább szükség van arra, hogy ez az igazi legyen. Türelem, mindenki tudja, hogy az segít a gyógyulásban, majd hívjál föl, légy szíves, amikor a kezdőrugást fogod elvégezni az UTE baráti kör csapatánál, vagy valamelyik öregfiúk csapatnál. Ígérem, hogy ott leszünk, és meg fogjuk örökíteni azt, hogy már mankó nélkül pályára léptél. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Erőt kívánok, és türelmet, és sok sikert a további munkátokhoz. Remélem, nagyon hamarosan találkozni fogunk, akár egy héten belül, két héten belül, vagy bármikor. Ha valami újdonság van, kérem szépen, akkor értesítsetek bennünket. Köszönöm szépen a meghívást!